de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A Torbágyi Református Közösség tagja vagyok, mégpedig 2004 óta, ugyanis akkor költöztünk Biatorbágyra Óbudáról. Úgy érzem, hogy itthon vagyok. Nagyon szeretem Biatorbágyot, és itt tapasztaltam meg ebbe a torbágyi közösségbe az, hogy mit jelent gyülekezetbe tartozni. Nagyon jól sikerült beilleszkedni a gyülekezetbe. Egy idő után már presbiter is voltam, akkor még többet találkoztunk, és volt olyan gyülekezeti testvér, aki azt mondta, hogy tudod, Jolika, olyan, minthogyha te mindig is itt éltél volna. Az fogalmazódott meg bennem, hogy Madách szavait idézem, a fény mellett ott van az árnyék, mert az én életemben is így történik tulajdonképpen. 37 éve halt meg a férjem karácsony előtt. Két gyerekkel maradtam itt. 11 év múlva újra férhez vettem, és a második férjemmel költöztünk ide ki, mert a lányom ide jött férhez. És ez volt az indítók. De azért idéztem Madáchot, mert az unokáim megszületése az is egy fordulópont volt az életemben. Ugyanis 2006-ban született a legidősebb unokám, és akkor már egészen más volt a karácsony. Nem mondom, hogy nem volt árnyék, de az már nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Ami egy éltető elem, az unokáim szeretete és a karácsonyfa melletti ragyogás a szemükben. Na és a meghitt együttlét szenteste az egész családdal, és ez a boldogságot jelenti, ez a karácsony már nekem. Úgyhogy a fiammal együtt vagyunk, és az nagyon-nagyon jó érzés nekem, hogy ő mellettem van mindig, de a lányom, vejem és a rokonság, vejem szülei, azok egy biztos táppont számomra. Minden megpróbáltatás, ami az életemben volt, mert nagyon sok volt, a legnagyobb, ugye az első gyermekem elvesztése volt, a 10,5 évesen elment, nagyon nehéz feldolgozni, de ennek ellenére azt mondhatom, hogy elégedett vagyok, és a szívem csordultig van hálával Isten iránt, mert minden nap érzem a jelenlétét, valamint azt, hogy a tenyerén hordoz. Akik Isten szeretik mindenki.